A szeretet ünnepére való készülődésre is nagy hangsúlyt fektetnek a Kétyi óvodában, ahol egy kis összeállítással készültek a szülőknek. Az ünneplőbe öltözött gyerekek műsora mindenki arcára mosolyt csalt. Van egy anyukánk, aki mindig vigyáz ránk. Anyukánknak, apukánknak is van apukája, ő a család nagypapája. Készültünk kicsit megfogyatkozva betegségek miatt, de nagy-nagy izgalommal. A nagy csoportosok, középsősök kis vers részleteket mondanak, énekelünk, szép kis tánc lesz a fő, a szeretet és a család köré domborodik ez az egész. Adventel kis koszorunk van, hogy gyertyát gyújtunk, már akkor elkezdődik, de hát 3 héttel legalább, mert számítani lehet mindig a betegségekre, és hogy fel tudjunk készülni, aki hiányzik is, tudja a kis mondandóját, és ne szégyenkezzen. Ezt nagyon várták most, mert a Covid miatt nem volt, és ezért is csináltuk nyíltra, mert eddig tavaly zárt körbe tartottuk, meg tavaly előtt, és most így nyílt. A település polgármesterének mindig nagy öröm, amikor meghívást kap a helyi óvoda rendezvényeire. Mint mondja, idén az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az ünnep előtt élelmiszercsomaggal lássák el a rászorulókat. Ez, hogy mennyire aktívak, ez azt is jelzi, hogy ugyanolyan nagy szeretettel és ügyességgel készültek, mint a múltkor a másik rendezvényre, és holnap délelőtt pedig megyünk és földíszítjük a település karácsonyfáját, amire megint csak nagyon-nagyon készültek. Ilyen nagy falusi rendezvényt most nem tudunk, az idén nem is terveztünk. Na, mindenki szerintem a maga kis módján ünnepli a karácsonyt. A településünkön annyit teszünk még, hogy kirakjuk a Betlehemet a helyére. Amit szerettünk volna, ez a szociális tűzifa, ki szerettük volna osztani, de sajnos ez nem sikerült. Lehet, hogy azért még karácsonyra összejön, tehát azért addig még van legalább 2 hét, de olyan más, különösebb adományosztásra idén már szerintem nem fog sor kerülni. Idén a karácsonyi ajándékot a Gyermekmosoly Alapítvány és a település önkormányzata biztosította a kisovisoknak, akik az ünnepi műsor végén átadták a saját kezülek készített díszeiket a meghatódott szülőknek.